Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makkói Városi Televízió keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Hamarosan a házi orvosok is elkezdhetik a vakcinák beadását. Mit tegyünk frontérzékenység esetén? Lelki táplálkozás az online térben. A megyében Szegeden, Szentesen és Hódmezővásárhelyen alakítanak ki oltópontokat, mondta el a Hét Híre című hírháttér magazinunkban dr. Ábrahám Judit. A felnőtt házi orvos hozzátette, ezek mellett természetesen a rendelőkben is felvehető lesz majd a vakcina, ezzel kapcsolatban pedig minden regisztráltat megkeresnek telefonon. A műsorban Farkas Éva Erzsébet polgármester többek között arra is kitért, hogy városunkban milyen az oltási kedv. Magazinműsorunkban Farkas Éva Erzsébet elmondta, igaz, hogy helyi szinten is javuló tendenciát mutatnak a számok, ám ettől függetlenül még nem lenne szerencsés megkezdeni a korlátozó intézkedések feloldását. Városunkban az egészségügyi dolgozók 90%-a már a második körös oltást is megkapta, de az idősek otthonában a vakcinára regisztrált lakók és dolgozók is a második oltásra várnak. A polgármester kitért arra is, hogy a tapasztalatok szerint Makón hogyan viszonyulnak az oltáshoz. Mind a regisztráció tekintetében, mind az oltási kedv tekintetében úgy gondolom egész magas százalékos arány mutatható ki. Körülbelül 70-80%-os az egészségügyi dolgozók körében a vakcina oltóanyagának a felvételére történő kedv, ha lehet így mondani. A szociális szférában pedig talán még ennél is magasabb. A védőnők, iskolaorvosok tekintetében szinte 100%-os, és a gondozóházakban, ahogy említette főorvos asszony is, a gondozók és a gondozottakra való tekintettel ott is 80-90%-os az intenzitása tulajdonképpen ennek a kedvnek. Mint elhangzott, az oltási terv a harmadik szakaszához érkezett, így a napokban a házi orvosok is elkezdhetik rendelőikben beoltani a regisztráltakat. A részletekről dr. Ábrahám Judit felnőtt házi orvos beszélt. Szombat este kaptunk egy táblázatot, melyben az összes beregisztrált 87 év feletti betegünknek az adatait kaptuk meg, melyet hétvégén egyenként felhívtunk, egyeztettünk időpontot, elmondtam, hogy milyen oltás fog történni, mikor fog történni, mit fog kapni. Mindenkit időpontra meg is hívtunk a rendelőbe most csütörtökre. Ez a folyamat így fog továbbra is működni, tehát mindenkit a házi orvos fog értesíteni, hogy mikor és hová kell jönni. Ezért nagyon fontos, hogy a regisztrációkor valós telefonszámot adjanak meg, mert azon tudom önöket elérni. A szakember hozzátette, nem csak a rendelőkben lehet hozzájutni a vakcinákhoz. Csongrád-Csanád megyében 3 településen, Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Szentesen alakítottak ki oltópontokat. Akik meg tudják oldani, azok ezeken a helyeken is felvehetik a védőoltást. A beszélgetést teljes egészében ma esti híradónk után 18 óra 16 perces kezdettel láthatják. Rövid híreket láthatnak. A kormány az idén országosan összesen 4 milliárd forintot biztosított a bicikliutak építésének előkészítésére, tervezésére, ezzel segítve a 2021-2027-es fejlesztési időszakban az infrastruktúra fejlesztésére rendelkezésre álló források gyorsabb és hatékonyabb felhasználását. A NIV ZRT és a Magyar Közút Nonprofit ZRT adatain alapuló számítás szerint 1 km kerékpárút tervezése 3-4 millió forintra tehető. A közbeszerzési áraktól függően a 4 milliárd forint mindegy 1200-1400 kilométer kerékpárút megtervezésére lesz elegendő. Csongrád-Csanád megyében összesen 70 kilométernyi bicikliút épülhet meg. A megye célja, hogy a következő 5 évben kerékpárúttal kössék össze Makót Nagylakkal, és Köveggyel pótolják a hiányzó szakaszokat Kiszombor és Szeged között, illetve Maros-Lele és Földeák között is kiépülhessen a bicikliút. Emellett az egyik legnagyobb jelentőségű új kerékpárút Csanádpalota és Békés-megyei Mezőhegyes között épül hamarosan. A megyei részt a Csanádpalotai, a Pitvarosi és a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat valósítja meg a megye határig, míg onnan Mezőhegyes központjaig a Mezőhegyesi önkormányzat. Elkészülte után, amelyet egyébként Lázár János szorgalmazott, egészen Kövegytől Mezőhegyesig biztonságosan el lehet majd kerekezni.
Létrejött az alapítványi fenntartású Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllőn hétfőn. A korábban Szent István Egyetem néven működő felsőoktatási intézményhez csatlakozott a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 kutatóintézete és gazdasági társaságai, valamint a Debreceni Egyetem Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézetei is. A MATE fenntartója a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemért alapítvány lett. Az elnök Csányi Sándor a sajtótájékoztatón elmondta, az átalakulás példaszerűen elő volt készítve. A több mint két évig tartó folyamatban nemzetközi példákat tartottak szem előtt, a koncepció kidolgozásában több mint 100 egyetemi dolgozó vett részt. A szenátus egyenhangulag támogatta az egyetem megalakulását. Ma olyan dolgot ünneplünk, amit régóta meg kellett volna tenni, hangsúlyozta Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter az új egyetem alapító szenátusülése után, közölte az MTI. Az eseményen jelen volt Nagy István agrárminiszter és Gyurica Csaba, MATE megbízott rektora, aki elmondta, az új egyetem 5 kampuszon több mint 13 ezer hallgatóval kezdi meg a működését, ezzel Magyarország egyik legnagyobb egyetemé jött létre. A korábbi karokra alapozó egyetemi struktúra megszűnik, helyette 21 kampuszokon átnyúló egyetemi szakmai intézet jön létre. Az alapítvány kuratóriumi tagja lett Lázár János, a térség országgyűlési képviselője, aki hivatalos Facebook oldalán az alapítulést követően megosztotta, a magyar agrárium, sőt a vidéki Magyarország történetében új fejezet kezdődik. Az újra alapított Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem lesz az agrárfordulat szakmai hátországa. Lelki Egészség Akadémiája. Babát várunk és szülői szemmel. Csak néhány foglalkozás abból, melyet a Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda kínál a lakosoknak. Bár a csoportos előadásokat személyesen nem tudják megtartani a szakemberek, az online térben hétről hétre várják az érdeklődőket minden korosztályban. 2015 óta működik városunkban az egészségfejlesztési iroda. Fő tevékenységük az életmód tanácsadás, valamint hogy felhívják a lakosság figyelmét a genetikai okokból származható betegségekre, azok megelőzésére és korai felismerésére. A városi rendezvények egyik fő támogatói, hiszen számos alkalommal találkozhatunk a szakemberekkel a fürdőben, városrészi napokon, illetve különböző világnapok alkalmával. Bár most előadásaikat személyesen nem tudják megtartani, az online térbe költözve továbbra is szolgálják a makóiakat és a térségben élőket. Jelenleg 4 online programjuk van, tudtuk meg Gyurisnyi Pető Zsuzsanna programigazgatótól és projektmenedzsertől. Az egyik ilyen az öngyilkosság témakarét boncolgatja, amelynek keretében az erre utaló jelekre hívják fel a figyelmet. Zárt körű csoportjuk is van, ahol a várandósokkal pszichológusok és védőnők beszélgetnek, felkészítve a baba érkezésére a családokat. Egy harmadik ilyen programunk elsősorban a szülőkkel foglalkozik, a szülői készségek fejlesztése, hogy lehet, mit lehet a gyerekekből a legjobban kihozni, mely dolgokat kell előtérbe helyezni, melyek azok, amivel hagyni kell a gyermeket, meddig lehet elmenni abban, hogy irányítsuk. Ebben adnak a kollégáim nagy segítséget. Ezek mellett egy lelki egészség akadémiát is indítottak, ahol lehetőséget biztosítanak arra, hogy a résztvevők a témával kapcsolatos kérdéseikre szakképzett mentális egészségfejlesztő pszichológusoktól kapjanak válaszokat. Programjaikról bővebben a www.evp.hu weboldalon vagy hivatalos Facebook oldalukon olvashatnak, ahol lehetőség van a regisztrációra is. Egy űrlapon lehet jelentkezni. Az űrlap kitöltésének a lényege... ugye saját e-mailjével tud bejelentkezni, a kollégáim küldenek egy linket a számukra. A programigazgató elmondta, február közepétől a kistérségben kiszállásos tanácsadással várják a lakosokat. 15-től 3 napig Pitvaroson lesznek, de Ambrózfalváról és Csanád Albertire is ellátogatnak. Mindemellett irodájuk a kórház udvarában a megszokott módon működik. Érdeklődni a képernyőn látható telefonszámon lehet. Fejfájás, fáradékonyság és vérnyomás ingadozás. Ezek és még sok minden egyéb tünet is jelentkezhet ebben az időszakban azoknál, akik érzékenyek a frontokra. Televíziónk dr. Nagy Jenő orvosigazgató tanácsát kérte ki azzal kapcsolatban, hogy az érintettek hogyan enyhíthetik kellemetlenségeiket.
amelyek adott esetben igen veszélyessé is válhatnak. Az elmúlt napok és hetek időjárása igen hektikus volt. Fagyos téli és enyhe tavaszias időszakok követték egymást 10-15 fokos hőmérséklet különbséggel. Ezek a sokszor kiszámíthatatlan körülmények gyakran megviselhetik az emberi szervezetet, főleg azok körében, akik frontérzékenyek. Egy-egy felmelegedés alkalmával az emberi testben az erek kitágulhatnak, ezért a vérnyomás leeshet, ez pedig a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők számára veszélyes lehet. Ilyenkor többek között levertség, nyugtalanság és alvászavar is jelentkezhet. A másik, a hidegfront, az meg nyilván leginkább a hőmérséklet csökkenés, tehát a lehűlés okozza a panaszokat. Vele együtt szárazabbá válik, a páratartalom is lecsökken. Itt a vérnyomásunk meg szokott emelkedni, szívverésünk is megemelkedik. Ízületi gyulladásokat sokszor aktivál, tehát akinek volt korábban valami sérülés, ami ugye meggyógyult, de ilyenkor az a testtájék, illetve az izület általában megjelenik benne a fájdalom, illetve kellemetlen izületi panaszokat tud kiváltani. Azt már rohamokat tud provokálni, illetve hát az epilepsziásokat is megviseli, megfigyelték, hogy epilepsziás rohamok gyakrabban vannak itt. Az említett környezeti hatások elől a legtöbb esetben nem lehet elbújni. Arra viszont van lehetőség, hogy a frontérzékenységet és az ebből következő negatív tüneteket enyhíteni tudjuk, fogalmazott dr. Nagy Jenő. Nyilván akik szabadban dolgoznak, vagy többet vannak a levegőn, sportolnak szabadban, azokat kevésbé szokta megviselni ez az időjárás változás, tehát a frontváltozások, de ugyanígy, hogyha kellően föl vagyunk hidrálva, tehát folyadékkal rendszeresen föl vagyunk töltve, nem vagyunk kiszáradva, nem vagyunk alul táplálkozva, vitaminokban, ásványanyagokban gazdag folyadékokat fogyasztunk, azokat kevésbé viseli meg ezek a légköri ingadozások. Mint elhangzott, az idősebb korosztályt a frontok jobban megviselhetik, ugyanis itt már gyakoribb, hogy eleve meglévő betegségek társulnak hozzá. Dr. Nagy Jenő hozzátette, a tünetek erősödése esetén mindenképpen ajánlott kikérni egy orvos szakember véleményét és segítségét. Antal József római katolikus pap zenetudós idén lenne 80 éves. Ebből az alkalomból adta ki a Makkói József Attila Múzeum és Könyvtár Alapítványa a Perlekedő Zsoltár című kötetet. A válogatásban az atya eddig ismeretlen 80 verse olvasható, amelyek nagyon sokrétűek. Makó egyházi életének meghatározó és sokoldalú személyisége volt Antal József atya, akit 1963-ban szenteltek pappá. Negyed évszázadon keresztül a Csanádvezértéri Szervita kápolnában szolgált. Aki csak ismerte, jó pásztorként emlékezik vissza rá. Összetartotta híveit, felkarolta az ifjúság nevelését, kántorokat képzett és hangversenyeknek adott helyet a templomában. A Makkói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány a római katolikus pap születésnapjának 80. évfordulójára egy válogatott verses művet jelentetett meg. A kötet anyagát, jelentős kéziratos versanyagot dr. Barna Gábor néprajzkutató vásárolta meg Murányi Edittől. Én egészen addig, amíg ez a hagyaték oda nem került néprajzi tanszékre, én nem is ismertem. Hosszú évek sora után jutottam el oda, hogy elolvassam ezeket a verseket. Ezeket digitalizáltattam, amit nem lehetett kiolvasni, vagy nehezen lehetett, hiszen Antal Józsefnek egy nagyon sajátos, nagyon apró betűs, de nagyon szép kiírt írása volt. Ezeket a verskéziratokat elolvastam, azokat én magam digitalizáltam, írtam be számítógépbe, és hát ebből az anyagból volt ez a válogatás, amely ezt a 80 verset Antal József 80. születésnapjára végül is összehozta, megjelentette. Így kötődöm én ehhez a verses kötethez. A művek kötetbe válogatására és ciklusba rendezésére Szikszei Zsuzsanna Bene Zoltán írót kérte fel, aki megosztotta stábunkkal, hogy milyen korszakokból olvashatunk verseket, és milyen szempontok alapján válogatta össze őket. Ebben egészen fiatalkori versek is vannak, érett versek is vannak, de azt gondolom, hogy egy keresztmetszetet lehet kapni a Antal József atya életművéből. A ciklusokat téma szerint, hangulat szerint próbáltam összeállítani. És úgy éreztem, hogy a 80 vers az már, abból már kirajzolódik egy költői arckép, abból már fogalmat lehet alkotni, hogy milyen kaliberű, milyen kvalitású költőről van szó. A szerkesztésben továbbá segített Jámborné Balogh Tünde, aki a versek illusztrációjára is felkérést kapott.
A kötetben a budavári Magdolna toronyban kiállított batikjairól készült fotók láthatóak. A toronynak a részei is látszanak, ez egy középkori templomnak a maradványa, és gótikus ívekkel, omladozó falakkal, középkori hangulattal, és nagyon-nagyon illettek a batikjaimhoz, és úgy gondoltam, hogy a kettő együtt, ez a templomi környezet, ami egyben művészi környezet is, meg a batikjaim így sokkal jobban belesimulnak az Antal József versei közé, mintha önálló képeket válogatnék bele. Hozzátette, a kiadványban olvasható alkotások nagyon sokrétűek. Többek között vannak olyanok, amelyek a saját lelkét feltáró, Istent kereső, vagy a segítséget váró, a mélységből kiáltó embernek a hangján szól. A jubilomra készült kötet bemutatására szeretnének majd egy könyvbemutatót szervezni, ha az enyhítések is lehetővé teszik. Tudtuk meg Szikszai Zsuzsannától. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Hamarosan a háziorvosok is elkezdhetik a vakcinák beadását. Mit tegyünk frontérzékenység esetén? Lelki táplálkozás az online térben. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást. Majd a Hét Híre című hírháttér magazinunk következik. Ezt követően a Magyar Kultúra Napja című makkói ünnepséget láthatják. Majd a legutóbbi Makó Infót tűztük műsorra, amelyben Farkas Éva Évet polgármester a tájékoztatót az aktuális intézkedésekről. Kedves nézőink, ez volt a keddeste híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!